estét kívánok, kedves nézők! Ez már itt a háttér. Egy igazán különleges dolog készülődik Cegléden. Öt kiváló ember összeült, és arra jutottak, hogy szükség lenne egy listára, ez nem is jó kifejezés, egy olyan gyűjteményre, amelyben fontos emberek, akik valamit letettek az asztalra, ők szerepelnének benne, hiszen nem teljesek ezek a listák, mondjuk amelyek az interneten találhatóak meg. Nos, erről fogunk ennél sokkal részletesebben és pontosabban beszélgetni. Dr. Kürti Györggyel, jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadtam a meghívást. Igen, egy mondatban nagyon nehéz összefoglalni ezt, amiről itt a beszélgetés előtt is beszélgettünk, de kezdjük az elején, hiszen ismerjük a kicsoda topikokat, vagy internetes honlapokat, vagy ehhez hasonló gyűjteményeket, de itt egy kicsit azért másról van most szó. Igen, a Cegléd esetében a kikicsoda fogalma ugyan ismert, mert ha valaki fölmegy a mostani honlapra, és beüti, hogy kikicsoda Cegléden, megjelenik valami, beüti a keresőbe a nevét, és lehet, hogy meg fog jelenni, hogy hol szerepelt az elmúlt időszakban. Nos, a kezdés az onnét indult, hogy a Malkovics Feri kiváló fotóművész, aki Cegléd baráti kör elnöke is volt, januárban szóvá tette alpolgármester asszonynál, hogy a Wikipédián, ha fölmegyünk Cegléd címszóra, ott szerepel, hogy Cegléden született, vagy Ceglédhez köthető neves emberek, hogy az a lista mennyire hiányos. És hogy ezt ki kellene bővíteni. Innét indult el a beszélgetés. Februárban alpolgármester asszony összehívott öt embert, már vele együtt öt embert, Malkovics Ferit, dr. Hajdú Endre, Reznák Erzsébetet és jómagam, és akkor elkezdtünk gondolkodni, mit lehetne csinálni. Volt az ennek előélete, hiszen a városi honlapon Károly Tamás szerkesztésében sokáig fönn volt egy nagyon hasonló elképzelés, amit mi gondolunk. Cegléderhez kapcsolódó, vagy Cegléden született neves emberekről egy összeállítás, illetve a Vendégváró Cegléd című kiadványban, amely 1994-ben jelent meg, ott 51 néhány emberről van két mondat. Akikre büszkék a város lakói. Na, innét indult az ötlet, és e héten, kedden elfogadtunk egy vázlatot, hogy körülbelül hogyan, merre kéne indulni tovább. Mindenképpen idézőjelben külsős munkatársakat keresünk. Jó pár olyan cegédi ember van, aki foglalkozik helytörténettel. Rengeteg anyaga van neves emberekről. Ezt szeretnénk megvalósítani, illetve elkezdeni, mert ennek nincs vége. Elkezdeni és a városi honlapra majd egy önálló egységként megjelentetni. Ez egy nagyon komoly és nagyon széles körű munka. Hogyan képzelik el, hogyan lehet ezt egyáltalán kivitelezni? Hogy információkat is nyilván gyűjteni kellene ezekről az emberekről. Rengeteg, öten is nagyon sokat vitatkoztunk ezen, vagy beszélgettünk, nem vita volt, ezt beszélgettünk. Ennek a célja először azt kéne megfogalmazni, amelyet egyébként a Vendégváró Cegléden megfogalmazott az akkori szerkesztő, nevezetesen, hogy bemutass, hogy ebből a városból is kikerült egy csomó neves ember, vagy egy csomó neves ember itt végzett tevékenységet. Ebben benne van a jelen idő és a múlt idő, ami nagyon nagy veszélyt rejt magában. A múltról könnyebb beszélni, könnyebb olyan emberről jönni, aki már sajnos nincs köztünk, nehezebb az itt élőkről. Ez fölvet olyan problémát, hogy adott időpontban leírom, hogy ő miért nevezetes, de hát lehet, hogy tovább még ez bővül. Mondok egy példát, név nélkül. Föl szeretnénk tenni összes díszpolgárt. A díszpolgári könyv, ön tudja, hogy tegnap megjelent a nyomdából. A díszpolgárokat föltesszük, közülük a 65-ből, most fejben nem tudom, de 11 nehány él. Van olyan köztük sportolókat, mondom, akik ugye 3-4 évre ezelőtt díszpolgárok lettek. Pont. Megvan, hogy miért, rendben van. De azóta is éltek el eredményt. Tehát egyik sarkalatos kérdés lesz, hogy ha fölkerül, már pedig fölkerül csomó élő ember, akkor az ő életútjukat követni kell. Vagy gondolok például a színészre. Megvan, hogy most milyen eredményt ért el, hol dolgozik, milyen díjat kapott. De bízhatunk benne, hogy még fog kapni, vagy zenészek. Tehát irodalmák, képzőművészek, rengeteg. Ez az egyik probléma. A másik, amit szeretnénk elérni, hogy először egy kétmondatos jellemzést összeszedni. Ez valószínűleg több száz vagy több ezer ember is lehet. Nevezetesen mettől meddig élt vagy él, mikor született, és mi az, ami miatt mi úgy gondoljuk, hogy
neves ember, vagy érdemes, hogy fölkerüljön. Hát, hogy végül is kikerül föl ezt az ötfős bizottság vagy csoport, magára vállalta, hogy eldönti, és ebből következően magára vállalta, hogy esetleg megragszik valaki, hogy miért pont az, miért pont nem a másik. De hát ezt minden kigyűjtésnél, vagy minden díjnál ez fölvetődik. Ezt fölvállalja ez az ötfős csoport. És hogyha ez a két mondat után sikerül kidolgoztatni maximum egy oldalba az illető egy életrajzot, illetve méltatást, akkor egy piktogram jelezni, és akkor rákattintva megjelenne a szöveg. Egy oldalra gondolunk maximum, hiszen ha valaki mondjuk Kossuth Lajosról akar jönni, ez nem a Cegvédi honlapot fogja keresni, de itt elsősorban Kossuth Lajosnál azt szeretnénk föltenni, hogy Cegvédre vonatkozik. Tehát nem azt, amit mindenki tud vagy tanult, hogy egész élete hogy folyt le. Tehát itt kifejezetten Cegvédi vonatkozás lenne. És hát nyilván fényképek is fölkerülhetnének. Ahogy említette is, hogy neves érdemes és emberek, és a bizottság dönt majd, vagy ha ez a grémium dönt majd róla. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hát hol kezdődik a neves és eredményes ember? Meg lehet ezt határozni? Van ennek valami fokmérője? Nem gondolom. Biztos, hogy nem lehet egyértelműen, mert hát áldásra szerint büszke vagyok valaki, ez is egy szubjektív dolog. Millió kategóriát gondoltunk már ki, tehát kereshető lenne ABC sorrendben, tehát beírja egy B betűt, és akkor megjelenik, hogy kik, de lenne egy olyan kereső is, hogy hát nem is tudom, témánként, például sportoló, zenész, lehet, hogy zenészen belül külön könnyű, komoly zene, jazz, stb. Képzőművészet, fotóművészet, festészet, stb. És akkor ott is rá lehet keresni. Hogy kik kerüljenek föl, milyen szempont alapján, ez a legnagyobb kérdés. Itt mindenképp a külsős emberek véleménye és kíváncsiak vagyunk. Nyilván meg kell húzni egy határt, ez a határ sérülékeny, nyilvánvaló, és ebből sok vita lehet. Én abból indulok ki, hogy egyrészt kik olvassák ezt. Olvassák ceglédiek, sőt szerintem zömmel ceglédiek fogják, akik ugyan büszkék arra is, hogy országos hírű lett valaki, de lehet, hogy nem lett országos, viszont Cegléden nagyon neves ember volt, vagy jelenleg az. Ha egy országos ember külső rátekint, lehet, hogy az neki nem mond olyan sokat, hanem aki országos vagy világ viszonyban lett, és Laki Kálmán nevét mondom, ő ugye biokémikus volt, világhírű ember, Cegléden járt iskolába 7 éven keresztül. Tehát ilyen kapcsolata van. De van olyan, nem mondok nevet, aki ugye országosan nem ismert, de helyben viszont nagyon ismert. A szintet meghúzni borzasztó nehéz. A sportolóknál, elnézésre ezt hozom példakép, talán könnyebb, mert valami szinthez köthető. Mondok, de ez csak abszolút szubjektív, nem is véleményem, csak egy ötlet, hogy mondjuk adott korosztály válogatott keret tagja volt. Valamikor, vagy most tagja. Az már egy szint. Azt mondom, hogy kérem szépen, azért ez már valami. De lehet, hogy lejjebb kell tenni, lehet, hogy följebb kell tenni. Nyilván nem azt, hogy legalább világbajnok első helyezett legyen, ez ugye abszurd. De valamit, vagy a irodalomnak nagyon nehéz lesz. Megjelent önálló kötete. Ma már ugyan bárki megjelentetett bármit, de az lehet, hogy ez mérvadó. Vagy képzőművészeknél volt önálló kiállítása, de nem mindegy, hogy hol. Nem mindegy, hogy milyen szinten, de valahogy köthető. Ez nagyon nehéz lesz. Területenként eltérő. Vagy szeretnénk például föltenni, és láthatóvá tenni, megint rossz kifejezés ez, de jobbat nem tudok, Cegléd első embere. 1700-as évek elejétől megvan a cegédi bírók neve. Mettől meddig volt bíró. Lehet, hogy csak ennyit fogunk tudni róla. Legyen meg. Utána jönnek a polgármesterek, ugye a kiegyezéstől, majd a tanácselnökök, és megint polgármesterek. Lesz, akiről tudunk, több mindent, lesz, akiről nem tudunk, csak hogy bíró volt ettől eddig, de legyen még egy helyen, hogy megtalálható legyen. Azzal kezdtem, hogy a díszpolgárokat legyen egy ilyen. Vagy különböző ceglédi kitüntetések vannak, például a Google díjak gondolok, itt is meg kell húzni persze, hogy milyen szintig menjen le, de mindenképp azt szeretnénk, hogy
hogy a helyi embereknek könnyen megtalálható forrásra legyen, a helytörténészeknek adjon újabb adatbázist, hogy egy ilyen valamikor készüljön, induljon el. Ha már a díszpolgárokat említette, nem azért nem beszélünk a könyvről, mert titok, hanem meg lesz majd annak a helye és az ideje. De ugye abból egy könyv készült, ők egy könyvben vannak megörökítve. Hát itt, ahogy a számokat hallgatom, itt gyakorlatilag esélytelennek láttam, hogy ez valaha nyomtatásban is megjelenhessen. Igen, több település adott ki nyomtatva, sőt jelentek meg, például Kikicsoda a hírközlésben. Van egy ilyen kiadvány. Jó vastag. Szóval akkor is Feri hozta egyébként, és mutatta, hogy kik vannak benne Cegrédiek. Életemben nem hallottam róla. És ott van, hogy Cegréden született, itt járt, és ki lett belőle, vagy mi lett belőle. Ez nem merült föl így. Az biztos, hogy ha nagyon sok minden összejön, akkor lehet, hogy területenként érdemes lenne megjelenteni. Lehet, hogy egy kötet, nem tudom, de ez nem szerepel a csoport elképzelésében. Most egyelőre csak a honlapon szeretnénk megjelentetni. Ahhoz pedig gondolom még azért sok kutató munka kell, annak ellenére, hogy nagyon sok helytörténeti kiadvány meg tapasztalat áll a rendelkezésükre. Igen, most van az a munka? Rengeteg idő kell hozzá. Nagyon szeretnénk, hogy valamikor ősztájékán a meglévő anyag akkor összeedve fölkerüljön, és aztán folyamatosan bővülhet, és hát volt, aki bárki besegíthet, mert ha végigolvassa, akkor eszébe jut olyan, hogy hoppá, ez példát mondok, Cegléd országgyűlési képviselője. Hát ilyen kigyűjtése hol nincs, közben megvan. Vagy Ceglédhez köthető országos szintű politikusok. És mondok egyet, Csala István volt ugye a koalíciós időszakban földművési miniszter, 1940, most vagy 47, vagy 40, fél évig volt. Erre nyilván az ember büszke, hogy itt Cegléden be odáig eljutott. Itt is a határt nehéz meghúzni. Nem véletlenül mondom, mondjuk államtitkári szintig. Miniszterhelyettes államtitkár, jó lenne fölkelni. Most ez visszamenőleg megint, kérdezte valaki, meddig visszamenőleg? Mondom, az Árpád házig, hát nem tudom. Ugye, ameddig lehet visszamenni, érdemes kutatni. Most nagyon sok kutatás, ezt kívánok, nagyon sok erőt, meg kitartást mindazatuknek, és izgatottan várjuk a végeredményt, meg fogjuk nézni. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm.